az is nagyon fontos, hogy ha már látjuk azt, hogy más felnőttek eldobálták ezt a szemetet, akkor próbáljuk mi meg megmutatni és összeszedni. Kicskeváros önkormányzata idén ismét részt vett TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországot szemétgyűjtési akcióban. Most is számítottak intézmények, cégek, civil szervezetek részvételére. Továbbá arra kérték a lakosságot, hogy csoportokat szervezve csatlakozzanak az akcióhoz, és tisztítsák meg együtt a várost és külterületét. Polgármester asszony, ismét csatlakozott a város a TESZED országos akcióhoz, és nagyon sikeres, mert a fiatalok itt most teljesen lázban vannak, hogy hova mehetnek és mit is csinálnak. Hogy lesz ez a hétvége? Ugye ez az idei program, a Tisztítsuk meg Magyarországot, a TESZED program keretében 10. alkalommal csatlakozik Kiskeváros önkormányzata, és nagyon örülünk, mert szinte minden napra, tehát ugye ez május 2-től indult ez a program, és vasárnapig tart, minden nap van valaki, vagy vannak csoportok, akik szednek, cégek, iskolák, óvodák, egyéb intézmények. Vasárnapra tervezzük a városi szemétszedést, de mondom, a város több területén lakóközösségek és egyéb csapatok, csoportok már tevékenykednek. Hát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy annak örülök mindig, amikor sok a gyerek, mert mindenféleképpen nevelő hatása van, tehát meg kell mutatni a gyerekeknek, hogy fontos az, hogy a környezetünk az mindig tiszta legyen, hogy a szemetet ne dobjuk el, ha más eldobja, szedjük össze. Minden alkalommal el szoktam mondani, hogy a földet a gyerekeinktől kaptuk kölcsönbe, tehát nekünk vigyáznunk kell, vissza kell, át kell nekik adni, tovább kell nekik adni, és azt is tovább kell adni, hogy kell erre vigyázni, és hogy kell ezt megőrizni. Mai nap nem csak ugye szabadban, hanem egy közösségteremtő ereje is lesz ennek a délelőttnek. Hogy készültetek, és mi lesz a mai feladat? Jó reggelt, üdvözlöm a Városi TV-t és a kedves lakosokat. A TESZED akcióban, hiszen közhasznú egyesület vagyunk, mi mindig aktív részt veszünk. Idén is felhívtuk a kedves tagjaink figyelmét, hogy a szemét eltakarítása az egy fontos dolog. Erre kaptunk egy felkérést, és mi örömmel teszünk ennek a felkérésnek eleget. Igazából a mi számunkra a prevenció a megfontos, a szeméttel való dolgozás, foglalkozás a legfontosabb, tehát a gyerekeknek már megmutatjuk, hogy mit nem szabad, és a környezetet mennyire rossz, hogyha károsítjuk, és ezért is örülünk, hogy a gyerekeket már korán ebbe a helyzetbe tudjuk hozni, hogy ők biztosan nem fognak szemetet eldobni. Ugye pénteken itt voltak a sulisok. Köztük voltál, nem voltál köztük. Egy olyan kérdésem van, te mit tapasztalsz, amikor kimész mondjuk a játszótérre, vagy egy köztéri parkba? Hogy néz az ki? Van szemét? Nincsen szemét, de néhány ember ott eldob ilyen fémdobozot, meg szódadobozot, és láttam ott sok ilyen szódadobozt. Amit most össze fogunk szedni. Igen. Nálatok, ugye most már te egy kicsit idősebb vagy, a ti korosztályotokban mit jelent az, hogy megelőzés, illetve ez, hogy környezetvédelem? Hát szerintem nagyon fontos, hogy megtisztítsuk a köztereket a felhalmozódott szeméttől, amit az emberek itt eldobnak, és hogy mégis védjük a környezetet és az élő világot, ezért rendezni kell ilyen napokat, és össze kell gyűlni, hogy együtt, közös erővel eleget tudjunk tenni, hogy összeszedjük a szemetet. A szemétgyűjtéshez zsákokat, védőkesztyüket a helyszínen biztosítottak.